Jó estét kívánok, ez a média. Az adás mai vendége Csillag István, volt gazdasági miniszter, akit sokszor láthattak itt a heti tévében a Quartet című műsor egyik reprezentatív vendégeként. Én megnéztem az életrajzodat, és azt találtam, azt a furcsa egybeesést, hogy te is 1974-ben végeztél a jogi karon. Én is akkor végeztem, de nem emlékszem arra, hogy ott a diploma átadón, amikor a fehér kesztyűben kezdet fogtunk a rektorral, vagy dékánnal, akkor mi ott találkoztunk volna, persze miért is emlékeznék. Nagy én egy olyan Niemand voltam, mint annak idején. Mint én. Is. Igen. Én csak azért végeztem egy évvel később, mert ebbe is most beavatom a nézőket, mert én rektori utóvizsgával mentem át polgárjogból, úgyhogy már aztán már teljesen, hogy mondjam, rojtosra, színes filctollaztam a könyvet, és a végén aztán sikerült átmenni, addig ugyanis végig bukdácsoltam. De nem akarok itt az egyetemi éveknél elidőzni sokat, inkább az érdekelne, folytatva a te életrajzodat, hogy onnan a pénzügyminisztériumba kerültél, és rengeteg poszton megfordultál a pénzügyminisztériumba. De miért pont oda mentél? Lakásépítés a legfontosabb mozzanat ebben, ugyanis amikor elhelyezkedtünk az egyetem után ketten együtt Lengyel Lacival, akkor volt egy olyan homályos ismeretünk, hogy a pénzügyminisztérium felelős a reformokért, és van neki egy olyan intézménye, amelyik a felső szintű közigazgatás, tehát éles minisztériumok átszervezésének előkészítését vallja a feladatául, és mi oda mentünk Kulcsár Kálmánnak, ez volt az utolsó emlék erről az intézetről. Persze időközben kiderült... De Kulcsár Kálmán egy szociológus volt. Igen, de mi jóba voltunk vele, nem feltétlenül én nem akartam, a Laciról is aztán ez utóbb kiderült, de én nem akartam ügyvéd vagy bíró, tehát gyakorló jogász lenni, én inkább ilyen társadalomtudományi... Na de nem is lehettél volna, mert ha még én jól emlékszem, akkor volt egy ügyvédi numerus clausus annak idején, és nem tudom, hogy a te családodban volt-e a dinasztiában ügyvéd. Mert az enyémben nem volt, és ezért apusom, nagy fájdalommal nem lehettem. Apusom egy ügyvédi munkaközösségnek volt a vezetője, és nagyon szerette volna, hogyha én oda kerülök mellé, én meg azt nem. Az apus fölvetetett volna a kamera gond nélkül. Na minden esetre erre az ajánlásra kerültünk ebbe az intézetbe, amikor már ott voltunk, addigra kiderült, 74-et írunk, hogy ugye addigra már semmiféle reformokról szó nincs, addigra már kisöpörtek ugye mindent, ha visszaemlékszeznek, volt egy olyan rigmus, hogy mivel fizetünk, ugye az olajért, meg a gázért, és utána elsorolták, hogy nyers, fehér, acéllal. Ugye, mert ezt a három KB titkárt váltották le, mint akik reprezentálták a reformot. Tehát amikorra mi oda kerültünk ebbe az intézetbe, az kiderült, hogy ez egy kádertemető, tehát magyarán a várakozásunkkal szemben korán sem reformokról, vagy bármiről, inkább szörnyű időtöltésről volt szó. És aztán én ebben az intézetben, mert azt hittük, hogy azért mégiscsak lesz valamilyen intézményes lesz feltámadás. Na de ez volt a brezsnyevi pangásnak a csúcs időszak. Ez így van, de hát ebből látszik, hogy az ember milyen naív és mennyire tájékozatlan, amikor az egyetemet elvégzi. Tehát hisz abban, hogy azért, ha valamire azt írják rá, hogy, akkor az az is, de nem. De ennek az intézménynek volt egy tulajdonsága, hogy tudnék a pénzügyminisztériumnak volt egy ilyen előkészítő intézete, és a pénzügyminisztérium jogán munkáltatói kölcsönt kaptam lakásépítéshez. És innét kezdve az én történetemet tulajdonképpen megpecsételte ez a lakásépítési kölcsön. Már nem volt érdekes, hogy ti itt a kádertemetőben vagytok. Nem, vagy az mindegy, akkor onnét kezdve a pénz, és kész. Megpróbáltunk elhajózni, ez többé-kevésbé másfél éves harc után az intézményt is megszüntették ennek a harcnak a következményeképp, mert bebizonyítottuk, hogy mennyire értelmetlen, ugye, és ennek kapcsán felajánlották Lengyelnek ugye a pénzügykutatási intézetet. Nekem, akiről úgy tűnt, mint aki azért mégiscsak egész jó eredménnyel végeztem a jogot, a pénzügyminisztérium jogi osztályát.
Na most én, mint hogy már korábban sem... Nem, hogy bukdácsolt ott? Nem, erről most nem gondolnék többet. Nem volt az érdeklődése előterében. Nekem sem volt annak. Én többet voltam az Ötvös Klubban, mint az egyetemi előadásokon. Én bajnok voltam az Ötvös Klubban, Csocsóban, tehát ez mondjuk rendben van. De nem ezt akartam mondani. Én viszonylag jó eredménnyel végeztem, summa cum laude, stb. Stb. És oda vettek a jogi osztályra, mert kellett egy fiatal erő, és ennek a jogi osztálynak a kapcsán, mert hogy nekem meg kellett tanulnom, hogy tudnék, mit is kell jogszabályba ölteni a pénzügyminisztérium rendeleteiről, illetőleg pénzügyi tárgyú kormányrendeletek előkészítéséről volt szó. Ennek kapcsán meg kellett tanulnom, hogy mégis eszik vagy isszák a számvitelt, a gazdaságot, hogy működik, ki mit gondol. De korábban te mondjuk a pénzügyi tanszéken ilyen... Nem. Egyáltalában nem. Voltál? Nem, már nem, a jogon? Nem, hogy... gondolom, igen. Hogy mire gondolsz. Nem, én kifejezetten inkább társadalomtudomány, hogy működnek az intézmények, miért ez a hátterük, és így tovább. Tehát ez akkor neked egy púp volt a hátadon ez a pénzügyminisztérium. Szó szerint, tehát én állandóan azért küzdöttem, hogy én is valahogy át tudjak menni a pénzügykutatási intézetben. Na most ahhoz, hogy az ember át tudjon oda kerülni, ahhoz jó publikáció és egyéb eredményeket kell produkálni, aminek az a következménye, hogy a 8 órás munkaidőből 2 kell eltölteni az ügyiratok intézésével, másik 2 a jogszabály előkészítéssel és a különböző szakfőosztályokon az értekezletekkel, és a maradék 4 ugye irodalomgyűjtés, kutatás, illetve publikáció. De volt is Lengyel Lacival egy komoly közös munkátok. Hát az már később, aztán. Az már 80-as évek közepe felé, amiből ő is, meg én is a kandidátusi címünket védtük meg. De és akkor meg még golyók voltatok. Mi golyók voltunk, de minden esetre egy tény, hogy 74-ben megjelent az első közgáz szemle cikkem, véletlenül. Meg 70, tehát magyarán sikerült ezt az ütemet tartanom, tehát több írásom, cikkem jelent meg a közgazdasági és pénzügyi sajtóban akkor is, mint egyébként a kutatóknak. Tehát tulajdonképpen így én megpróbáltam átevezni egy másik területre, és ugye, mint hogy élmunkás lettem, tehát azért, hogy tudjak írni, ezért az egy ügyiratra eső idő elintézésének a hossza az elképesztően rövid, tehát engem mindig előreléptettek, és annak érdekében, hogy ott tartsanak a pénzügyminisztériumban, idézőjel érdekes feladatokat bíztak rám, mert hogy ugye nyilván, hogyha valaki ennyire lekötetlen energiákkal rendelkezik, akkor valami olyasmivel kell megpróbálni lekötni az ő energiáit, ami addig és még mondjuk, nem mondjuk, mivel kötöttek? Hát például az első akkoriban a gazdasági társulás, ami ugye akkor egy unikális dolog volt, tehát hogy hogyan tudnak vállalatok, meg szövetkezetek, gazdasági társaságokat létrehozni. Kicsit később én lettem a koordinátora a minisztérium, majd aztán a minisztérium közimunkában, a kisvállalkozások, tehát GMK, VGMK, aha, ami azért elég érdekes, és ugye azt úgy is éreztem, hogy kvázi én ottan robbantgatom a valahai tervgazdaság maradék sínjeit, ami többé-kevésbé igaz is volt. Elképesztő mennyiségű előadást tartottam például ezekről, tehát ilyen 3-400 per év, miközben én ott voltam továbbra is, tehát ugye minden este valahova elmentem, és elmondtam, hogy mi is ez a vállalkozás. De azért a kollégáid nem nagyon szerethettek, hogyha ők a maguk kényelmes munkatempójában úgy elvoltak ott 8 órát egy ilyen feladattal, és akkor jött a Csillag, ott ült a bal felső íróasztalon, az meg 2 óra alatt végzett. Ez igaz, de szóval... én nem voltam válogatós. Tehát tulajdonképpen mindent, amit ők nem szívesen, azt én elláttam. 2, egy véletlen szerencse folytán volt egy miniszterváltás ugye a pénzügyminisztériumban, Faluvégi Lajos helyett Hetényi István lett a pénzügyminiszter, és bizonyos fokig, ami megint egy nagyon érdekes történet, Hetényinek lettem az ilyen kis kedvence, kis hercegnek hívtak ebben az időben. Hoppá. Pontosan. Egyszerűen részben emiatt, de részben amiatt is, mert ugye mi akkoriban írunk 1981-et, Jaruzelszki pucs, egy tanulmánykötetet állítottunk össze, amit aztán megküldtünk mindenkinek az országban, aminek az volt a lényege, hogy reformokat kell ahhoz végrehajtani, hogy egy picit élhetőbb legyen az ország, működőképesebb legyen a vállalati szektor.
és ennek érdekében választani kellene az igazgatókat és így tovább, és az idézetek sorát tartalmazta ez a kötet Adam Michniktől, nem tudom én, tehát az összes akkori lengyel ellenzék. Bátor dolog volt. Mi ezt nem éreztük, mert ugye ezt viták keretében megnyitottuk a pénzügyminisztériumba, mindenkit, még a pártközpontos elvtársakat is odaírtuk, szerencsére nem jöttek el. Ezeket az anyagokat csak elküldtük. Csak lejelentették nekik. Igen, de történt egy olyan esemény, hogy a puccs előtt itt járt ugye Andropov Magyarországon, és egyszer csak a tárgyalások közepette egy akkor Korom Mihálynak nevezett titkár volt, ja, akkor már KB titkár, így oda tette, hogy milyen érdekes dolgok jelennek meg maguknál a mi kötetünket, amit egyébként mindenhova elküldtünk, de senkit ez különösebben nem érdekelt. Na most ettől persze felboldult. Mi volt a kötet címe? A reform, ez még nem a fordulat és reform. Nem, de ennek ez a reformok. Az új reformok a mechanizmus megújítása érdekében. Egy baromi hosszú anyag volt. 8. Nem tudom, hogyha elém tesznek egy ilyet, akkor olyan nagy izgalommal vettem rá magam, mint Verne Rejtelme szigetére. Beleolvastak, megtalálták ugye, hogy milyen szerzők vannak. 81-et írunk. Az én miniszterem, Hetény István, egy nagyon toleráns, nagyon nyitott ember volt, ettől teljesen. Na mindegy, óriási botrány lett, valahogy megúsztuk ezt a decembert, és áprilisban, amikor aztán teljesen elaludni látszott az ügy, akkor egy ilyen teljesen unalmas KISZ bizottsági fórumon az egyik barátom fölállt, és elkezdte így megbéhegezni a minisztert, hogy bennünket bezzeg így úgy amúgy annak idején így vegzáltak e kötet miatt meg úgy, miközben a központi bizottság hozott egy határozatot a vállalati tanácsok előkészítéséről és egyebek. Na most persze ettől fölbojdult az egész, a miniszter lényegében ilyen rébuszokba fogalmazva azért azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy nekünk itt kell maradnunk ebben a minisztériumban, a pártitkárhoz azt mondta, hogy bennünket azonnal innét ki kell rúgni, és így tovább. Én itt mondtam egy zárszót, mert én voltam a legöregebb, ami nagyon finoman úgy hangzott, egy sztorira támaszkodva első apósomtól, hogy bemegy a kommunista főispán annak idején az Aranybikába 1944 ideglenes nemzetgyűlés, és amikor gyerekek, jogász csemeték lépnek be ide, akkor átmegy a prímás az ő asztalukhoz, sértődötten a főispán megkérdezi, hogy miért oda megy, azt mondja, hogy azért, mert ezekből, tehát a kegyelmes úrból még csak kegyelmes úr lett, de ezekből még minden lehet. Ez volt az árcú, amire azt mondta nekem a miniszter, hogy hát értette, elaludt az egész ügy, mert nem tudtak a többiek se ezzel mit kezdeni, mert nem tudták, hogy miről szól. Na, a de azért 86-tól mégiscsak a pénzügykutatási intézetben találtam. Igen, de akkor már elmentek. Magad, mint tudományos tanácsadó. Ez igaz, csak az történt, hogy nyugdíjba ment. Ugye az én igazán komolyan vehető baráti, mondjuk főnököm, Hetényi István, és akkor végre elengedett, mert azt mondta, hogy most már köszöni szépen, ő nyugdíjba megy. Tehát másnak neki már... nem hagy itt? Igen, és akkor így oda átkerültem. Ki követte Hetényi? Hát egy Villányi Miklós először, aztán később egy Megyesi Péter nevű úriember. Na, őróla majd még. És tulajdonképpen annyit szeretnék elmondani, hogy ott voltam körülbelül 4 hónapot, majd az első feleségemmel elmentem egy évre Chicagóba, és akkor tulajdonképpen fizetés nélküli szabadságon tanulmányoztam a University of Chicago Egyetemén egy Stigler nevű Nobel-díjas kutatócsoportjában a piac és az állam közötti együttműködésnek nyugati közgazdasági irodalom szempontjából történő megközelítéseit. Volt időd arra, hogy elmenj Chicagóban a 2120 South Michigan Avenue-ra? Igen, határozott. És te mit találtál ott? Hát, mert én is elmentem, a Rolling Stones szám címére utaltam most, akik nem tudják, de én nem találtam semmit. Ugye ott régen volt egy óriási ilyen színház és egyéb terem, amit addigra már bezártak. Ezt szeretném meg. Ugye én innét első kézből értesültem. Én 85-ben voltam itt. Hát én ugye 86 végén, 87. Tehát addigra se volt már ott sem. Értem. 87-ben te is tevékenyen részletél a fordulat és reform, már itt az imént megemlítettünk, dolgozat, a nagyvihart kiváltó dolgozat megalkotásában, ahol partnered volt Matolcsi György is többek között. És főnöke voltam Matolcsi Györgynek. Igen, majdnem 5 éven át voltál főnöke, elmondtad ez egyik tévéadásban. Igen.
És olyan, ahogy fogalmaztál, olyan öcs-báty viszonyban volt. Nagyon meleg barátság egymással, eleinte. És mondtál egy nagyon jó mondatot, azt most szövegűen szeretném idézni. Sokszor dolgoztam vele, és sokszor dolgoztam utána, mert mindig volt mit. Igen, ez így is van. Tehát a Gyuri elképesztően alkalmas arra, hogy ugye, ha valaki véletlenül látta volna a Dzsungel könyve rajzfilmjét, abban van Ká a kígyó. Néz a szemembe, na most az ő szemébe nem olyan könnyű nézni, kezdem itt. Mert a szemüveg ott van. Nem csak, hanem hát, hogy is fogalmazok, kicsit kancsalít, tehát nem lehet pontosan tudni, hogy mit is, meg hova is, és elképesztő szöveggel tudja maga után húzni, de ugye el is hiszik, hogy azt meg is lehet csinálni, akik hallgatják őt, és aztán én ugye elmegyek, és utána meghallgatom, hogy mit ígért az én kollégám, és hát ugye úgy föláll a szőr a hátamon, mert ugye én ugye tulajdonképpen egy bot csinálta közgazdász, és egy soha életemben jogi pályát, csak jogszabályok alkotását kipróbáló személy vagyok, de ugye amikor össze kell rakni a történetet, hogy ő mit is mesél, azt nem látom olyannak, ami fölépíthető, tehát ezért volt ez a finom célzás, hogy utána, tehát megpróbáltam olyanná tenni az ő általa ígért, felkeltett várakozásokat és vágyakat, mintha megvalósíthatóak lennének. Mikor beszéltetek utoljára? A minisztérium átvételekor 2002-ben. Tehát ennek már 16 éve. Igen. Igen. Na most, ha már a minisztériumot szóba hoztad, 2002 és 2004 között voltál gazdasági miniszter, ki kért föl, és hogyan történt az, hogy pont rád gondoltak? Aki közgazdász nem voltál, jogász végül is, illetve jogi pályán végül is komolyan nem tevékenykedtél, csak jogszabályok környezetében. Miért gondolták, hogy te leszel az ideális ember gazdasági miniszter? Az a helyzet, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége, amikor lényegében nagyon gyengén szerepelt 98-ban, és teljesen mély ponton volt, akkor ugye nekem régi barátom volt, és maradt Magyar Bálint. És ott lógó orral ült, és mondtam, hogy hát mit lóg az orrot, kell csinálni egy 10 éves programot, mert az, ami ma lehetetlennek látszik, hát 10 éven belül akár. És akkor ebbe belementünk, és én lettem ennek a 10 éves, a Szabad Demokraták Szövetségének, a 10 éves programjának a szerkesztője, a tudományos alapjai összerakója, minden vitájának a vezetője, stb. Stb. Ezt a programot végül is nagyon sok tudós, akadémikus, számomra olyan ember, akikre én mindig fölnéztem, ebben vett részt. Ez a program végül is meggyőzte az akkori szabaddemokratákat, hogy ebbe az irányba kell menni, most nem érdemes ebben elmélyedni. De a lényeg, hogy tulajdonképpen amikor ráfordultunk, és aztán volt egy nehézség ugye közben, Magyar Bálint helyett megpucsolta őt ugye Demszky Gábor, Demszky Gábor viszonylag gyorsan összeomlott, vissza kellett könyörögni Kuncze Gábor. Kuncze Gábor éppen akkor nem volt Magyarországon, mert angol tanulta. Tehát magyarán egy dolog volt folyamatosan, ami éppen rendelkezésre állt, ez a program, a programírói, és működtettünk egy ilyen gyors reakciócsoportot, tehát minden nap, hogy mi az esemény, abba azonnal jött egy e-mailváltás, és hogy de mit kell mindig csinálni. Nem következik, hogy te leszel a jó miniszter. Nem volt más, aki folyamatos működését, az SZDSZ, tehát a folyamatos működés látszatát fent tudta volna tartani. Tehát amikor kormányprogramot, tehát nyertem egy fogadást is, ez lehet, hogy azért valamennyire szerepet játszik ebben. Nem lehet az SZDSZ nélkül kormányt alakítani, hogy az SZDSZ lesz az, amelyik ugye a mérleg nyelve, és 4 tárcát kap. Na most ezek ugye bejöttek, de ez mind mellékes, tehát ezt most lábjegyzetben szeretném elmondani, de a lényeg el kellett kezdeni tárgyalni a két párt programja összetolásáról, a kormányprogram érdekében. Én mentem el folyamatosan. Mint a 10 éves program atya. Hát meg aki igen. Aktualizálja ebből a 4 igen. évre jutót, és ebben a tárgyalás sorozatban ugye nyilván annak is szerepe van, milyen minisztériumok lesznek, milyen feladatkörrel, hogy ezekből. És én végig abban a hiszemben többé-kevésbé tárgyaltam, hogy
egy, nem akarja a Kunce a belügyminisztériumot, tehát akkor a gazdasági tárca, és olyan legyen, ami azért méltó hozzá, tehát elég nagy, meg rangos, és így tovább. És mindig, amikor hazajöttem, és beszámoltam, hogy hogy is tartunk itt a program és a feladatkörök tárgyalásáról, akkor ő ugye először tetszett, aztán elkoborult, és én ebből mindig arra következtetésre jutottam, hogy még nagyobbat és még inkább rangosat kell ebből kovácsolni. És a végén egyszer csak ugye azt mondta nekem, most ez egy magán sztori lenne, hogy milyen körülmények között, hogy mégsem megy el miniszternek. És mondom, hát akkor mi a fene lesz itt? És akkor azt mondta, hogy hát az apukám, hogy te mész el miniszter. Én mondtam, hogy bocs, nekem, amikor ilyen kritikus helyzet van, fölmegy a vérnyomásom. Így megismertem Molnár Lajost, akit úgy korábban nem ismertem, aki kivizsgáltatott, aki ugyan nem azt mondta, hogy szimuláns vagyok, de ha beszedek ezt meg amazt, akkor ez minden további nélkül megy. Megállapodtunk, hogy 3 hónapig vállalom, amíg az önkormányzati választások ősszel le nem zajlanak, és akkor majd természetesen lelépek. És amikor eljött a 3 hónap, megint megkérdeztem, hogy mi van, és akkor azt kaptam a Katitól, a feleségétől, te mióta hiszel ennek az embernek, és akkor így maradtam miniszter. Egészen addig, amíg tulajdonképpen Medgyessy Péter, akit már említettünk, ki nem kezdett téged azzal, hogy elmondta azt az ominózus mondatát, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel, és itt önkéntelenül is az embernek akkori újságolvasóként az volt az érzése, hogy itt egy Medgyessy csillagháború van. Hát mondjuk azt mondanám, hogy ezt már csak akkor mondta el, mert ő előtte ugye megkísérelt engem leváltani. Igen. Amikor ez nem ez sikerült, már egy folyamánya mert ebből volt. Lett egy Igen. konfliktus, akkor Igen. ugye megpróbált nyomatékot adni valaminek anélkül, hogy. 3 dolgot kell ehhez előzményként elmondanom. Ugye az egyik, Medgyessy Péter volt az a miniszter, amelyik azt az intézményt, ahova én nagy vágyammal áthajózta, megszüntette, amiatt, hogy a fordulat és reformot, ugye annak idején ez az intézmény menedzselt és működtette elég jelentős mértékben, megszüntette, és mi munkanélküliek lettünk. Ez mondjuk a barátságunkat olyan nagyon nem erősítette meg. A másik előzmény, amit el kell mondanom, az tulajdonképpen annyi, hogy amikor ugye ez a kormány alakítás volt, hát ugye nyilván ez a viszonyunkban is bizonyos fokig szerepet játszott, volt egy nagyon éles, még a kormány megalakulása előtti szóváltásunk a 100 napos programról és ennek a következményeiről, amire akkor az én elnököm, álnok elnököm azt mondta, hogy ha én meg tudom magyarázni a népnek, hogy milyen szörnyű következményekkel jár, ha 50%-kal növelik, hát akkor, és megnyerem ezt a csatát, akkor tegyem, hát végül is erre nem került sor. Tehát ez lényegében kezdettől fogva egy állandó konfliktus forrást jelentett és teremtett a kormány üléseken, mert ugye én mindig udvariasan megkérdeztem, hogy gondoltunk-e arra, hogy, mert ugye hát azt nem lehet azt mondani, hogy ez egy akkora marhaság, meg tehát, és hogy akkor, miből csináljuk hát ezt? Hát ezer dolog, például. Most például, Igen. de ez tehát egy folyamatos konfliktus zajlott le, részben a kormányüléseken, Igen. részben meg másutt is. Többek között az autópálya építéssel kapcsolatban is voltak erős konfliktusaink. Ugye én azért a teherbíró képességre helyeztem a hangsúlyt, ő meg ahhoz, hogy a szalagátvágási képessége a kormánynak mekkora lesz. És ugye ez elvitt aztán 2004-ben az egyik autópályának a megvalósítására kiírt tenderig, ahol egy bizottság, egy szakmai bizottság értékelte a beérkezett ajánlatokat, és hát természetesen azt találta a legjobbnak, amelyik a legolcsóbb volt legjobb. Ez viszont nem nagyon tetszett akkor a miniszterelnöknek, és ebből lett egy nagyon éles konfliktus, és ennek a nagyon éles konfliktusnak a végén már előtte is ugye élezte a kését rám, én elmentem szabadságra ennek a konfliktusnak a kirobbanása előtt, akkor a szabadság előtt azért bejelentette nekem, hogy ő már beszélgetős viszonyban van az én menesztésemről az SZDSZ elnökével, mert hiszen én az SZDSZ delegátja vagyok, és mondtam neki egy nagyon egyszerű mondatot, hogy nézd Péter, azt csinálsz, amit akarsz, de azért szeretném mondani, hogy addig van Medgyessy kormány, amíg benne ülök.
És erre azt mondja, hogy fenyegetsz, mondom, nem, figyelmeztetlek, mert körülbelül tudom, hogy ez milyen erőviszonyokat, és hogy fog majd ilyen vagy amolyan irányba. Nem így történt, és ebből következett aztán a konfliktus, aminek a csúcspontján, amikor láthatóan kezdte elveszteni a saját pártján belül is a támogatást és a bizalmat, akkor ugye megpróbált egy ilyen, most én úgy mondanám, hát egy tartüfből vett mondattal, egy allövettel megpróbált itt érvelni. De nem sikerült. Nem sikerült. Igen. Győztél. Ezt nem tudom, inkább úgy érzem magam, ugye egy nem létező történelmi alakra szeretnék emlékeztetni, ez Dugonics Titus, ugye mert hogy bebizonyosodott, hogy nincs, ő nem is igen. volt, de körülbelül úgy éreztem, mint aki a törököt magával rántja. Most már ugye legfőbb tevékenységed az egyetemi így katedra, van. Az Óbudai Egyetemen tanítasz. Én amikor böngésztem mindenféle anyagokat veled kapcsolatban, akkor rábukkantam egy értékelés halmazra, igen. amit az egyetemisták írtak Mark róla. Mark My Professor van egy Mark ilyen. Mark My Professor, igen. igen. Na most azért én a reakciódra azért kíváncsi volnék. Például a makroökonomia tantárgyból azt írja valaki, látni benne a jó szándékot, kutatja az értetlen szemeket, segít is, ha kérdezel, a vizsga nehéz, becsapósak a kérdések. Nincs olyan, hogy egyértelmű válasz. Mondom a másikat is, közgazdaságtanból. A tanár úr profin felkészült. Próbálja iPhone-os poénjaival feldobni az órákat, de sajnos sokszor nem sikerül neki. De olyan zéhát állít össze, hogy aki ott át akar menni, az vért fog izzadni. Az első fél évben 130 diák mukott meg nála a 250-ből. Húha! Te egy ilyen rettenthetetlen tanár vagy? Én abból indulok ki, hogy ugye ennek az egyetemnek is nagyjából meg kell tudni felelni az európai szinten. És nem papírt adunk, hanem gondolkodás és fogalom alkalmazás beli tudást. Most ehhez tartozik, hogy egy csomó, tehát mit szeretnek a diákok? Baromira szeretik, hogyha nem ki kell találni egy gondolatmenetet, meg kiválasztani esetleg csalós négy jó válasz közül, hogy melyik a legjobb. Azt szeretik, hogyha van egy példa, bebiflázzák ennek a példa megoldásának a formalizált kereteit, és akkor úgy többé-kevésbé át lehet menni. Az én dolgozataim, vagy az én vizsgáim, azok tartalmaznak példát is, mert azt azért kell természetesen, de az jelentős mértékben ilyen fajta levezetés, gondolkodás, alkalmazásbeli tudást igényel, és sajnos ez hát az esetek döntő többségében irtózatosan megszórja a mezőnyt, és azért azt mondanám, részben a saját gyerekeim, akik külföldi egyetemekre is jártak, mintáján és példáján, hogy az első, amit én döbbenten tapasztalok, hogy lényegében nem tudnak beszélni, és nem tudnak írásban fogalmazni, és még kevésbé tudnak logikákat levezetni, hogy egy egyszerű példát mondjak, amit a nézők is érteni fognak. Fölteszem azt a kérdést, hogy ha valamiből sok van, akkor annak az ára lemegy, vagy fölmegy. Körülbelül azt mondanám, hogy a mezőnynek több, mint a fele azt mondja, hogy föl. Ezt nem mondom. De legkomolyabban mondom. A lehető legkomolyabban. De hát ez teljesen illogikus. Hát természetesen, de hát ugye én ezek után nyilván ezer hibám van, tehát szeretném azt mondani, de nem vagyok jó tanár. Mik nem... azok az iPhone-os poén? Hát amikor megpróbálom ugye azzal a nem poénok, hanem ugye példával feldobni, hogy az első, második, harmadik generációs iPhone ára ja, értem. Hogyan is viszonyul egymáshoz és miért. Aha. És akkor elképesztően nehéz, de hozzátennék valami egészen mást, amire most nem olyan régen egy barátom meghívására voltunk Dél-Afrikában. És úgy kerül ide az egyetemre, hogy első kérdésként mindig megkérdezem, hogy hányan tudnak valamilyen nyelven. De annyira, hogy mondjuk el tudnak olvasni egy gépkönyvet, mert itt azért vannak mérnökök is, és így tovább. Itt most muszáj közbeszélni. A Baló Gyuri mondta egyszer valakinek, föltette azt a kérdést, te milyen nyelven nem tudsz?
Ez egy nagyon fontos kérdés. De most azt kell mondanom, hogy hát ugye akiket mi képzünk egyetem, azok vagy mérnökök lesznek valamilyen irányba, vagy közgazdászok lesznek, vagy jogi, tehát igen, ugye szerződéseket írnak, de ott sem csak magyaroknak. Tehát elengedhetetlen, hogy boldoguljanak idegen nyelveken is, ami... Miközben Dél-Afrikának ehhez a kérdés. Ülünk az egyik taxiban, és a taxis, akivel megállapodtunk, hogy ezt meg ezt akarjuk egy napra megnézni, körbevisz, és akkor egyszer csak kiderült, hogy van neki, elképesztő angolsággal beszélt. Nem magától értetődő egyébként, egy fekete emberről van szó. És akkor ott van egy névjegye, hogyha máskor is szükségünk van, és a következőket olvasom. Spanyol, francia, német, japán, orosz, és hát természetesen a... Hát úgy kérdezem, hogy hát mégis lehetett olyan 26 éves. Tehát Zulu nyelven is beszél. Hát nyilván. Igen. És ezek után ugye kiderül, hogy a szabad idejében ő ugye különböző sorozatokat, spanyol ilyen-olyant néz, letölti internetről a hozzátartozó nyelvleckét, és gyakorol, és ezeket... A taxis. A taxis. És kérdezem, hogy miért? Erre azt mondja, tudja, ezt nem lehet ellopni. Na most azt kell mondanom, hogy az én diákjaim, tehát amikor osztályozom, tehát bennük föl nem merül, hogy és hogyha nem lesz a papának szerencsé, és beteszi őket, és hogyha nem jól szavaznak, és hogyha akkor miből? Ez valahogy kevésbé. Nyilván rosszul magyarázom, nem vagyok elég meggyőző, nem tudok elég humorral érvelni, de egy biztos, abban bízhatnak, szigorú vagyok. Tehát én papírt nem adok, csak jegyet. Hát amikor ilyen szigorú a tanár, akkor gondolom a diákok nagyon örülnek, amikor ez a tanár fogja magát és elmegy Dél-Afrikába. És azzal szeretném zárni a beszélgetést, hogy remélem nem csak a taxisofőr volt ott az egyetlen nagy élmény Dél-Afrikában, hogy vannak ilyen taxisofőrök. Egyébként Dániában is vannak erre hangkiselemé nagyon. Nekem nagy élmény volt, hogy akkor, amikor ott voltam, a dél-afrikai elnök, akit ezerféle korrupcióval vádoltak, a saját pártja nyomására kénytelen volt lemondani. Ez egy nagy élmény de, volt. De mondjuk te egy vadász is vagy? Vagy nem, vadászni nem vadász? Nem. Tehát látod a Big Five-ot, ahogy szokták mondani, csak éppen... Fényképezem. A legnagyobb élményeddel búcsúznék, hogy mi volt az? Egy oroszlán család, meg kell mondanom, akikre ráakadtunk, két nőstény, hat kicsi, és ott, mit mondjak, három órán át meg sem moccantunk, őket néztük, fényképeztük, mert ugye azt az önfeledtséget, természetességet, azt a féltést az anyák részéről, amikor kicsit túl távol mentek, akkor valami morgó hangot, amit most már talán tudnék is én is azonosítani, hogy na azért odáig nem tette, ne menjenek el. Ezt láttam, és azt kell mondanom, hogy ez a természetesség, ez annyira kéne, hogy mindenünkben jelen legyen, és nem pedig egy ilyen művi, előre elhatározott a sorosozástól a nem tudom én mindenféle marhasságig, ami által egyszerűen közelebb tudnánk kerülni ahhoz, ami a feladat, hogy mi lesz holnap. Mert egyelőre háttal állunk a holnapnak. Ez a baj. De remélem egyszer megfordulunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a média, viszontlátása jövő héten.